Szevasztok, új hotelba vagyok, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Új hotel, és van egy nagyon jó hírem, mert vettem egy nagyon komoly sapkát. Figyeljetek, mindjárt megmutatom. Vettem egy ilyen kalóz sapkát, még nem tudom, hogy melyik napszemüveggel fog jól állni. Miért írod oda, hogy stú? Azt minek írod oda? Figyeljetek, vettem egy ilyen komoly sapkát. Ezt megmutatom nektek. Egy ilyen sapka. Na ehhez mit szóltok? Csak még nem tudom, hogy melyik izével fog jól állni. Itt vagyok a hotelben, nagyon komoly hotelben vagyok. Na, nézzétek a hotelt. Jó a sapka? Na mit szóltok? Most vettem egy ilyen sapkát. Ezt figyeljétek, ezt a gyönyörű hotelt. Ezt nézzétek. Öcsém, mikor lesztek ilyen hotelbe? Na nézzük meg, hogy melyik sapka, melyik napszemüveggel lesz jó. Aranycsillárok. Nézzünk egy sapkát hozzá. Na nézek hozzá egy sapkát, vagy mi egy sapkát, a sapkához nézek egy egy napszemüveget, hogy melyikkel lenne jobb, meg melyikkel királyabb. Most vettem egy új pólót is. Hát kivettem egy ilyen drágább hotelt, az a helyzet. Meg vettem pólót, lefüröttem, cuccokat vettem, minden ruhákat. Várjatok egy pillanatot, így ilyen a szerelés most, amiben vagyok. Leülök ide, aztán hát, hogyha így jobban látszik a szerelés. Amerika póló, ezt látjátok? Amerika póló. Most még megyek le kaját venni, cuccokat. Menni kell venni kaját. Hát nem látod, hogy az amerikai zászló van rajta? Nem látod? Na. Ezt nézzétek meg, ezeket a székeket. Mit szóltok, skanok? Milyen helyen vagyok? Mit szóltok hozzá? Mit szóltok hozzá? És nézd meg, bazd meg, beszólogatnak, meg kötekednek. Megyünk lefele, nézek egy boltot. Várjatok, mert itten kulcsolnom kell a szobámat, kulcsolni kell a szobát. Figyeljetek, itt vannak a napszemüvegek, sapkák, minden. Itt vannak a cuccaim, ugye, van hozzá minden. Most le kell mennem a boltba. Ilyen az ágyam, megmutatom az ágyamat. Én ezen az ágyon alszok. Ekkora ágyam van, meg itt van még egy másik ágy. Úgyhogy fogok reppelni, csak még rengeteg dolgom van, ugye most be kell zárnom az ajtót, várjatok, hogy le kell kapcsolnom a villanyt, be kell zárnom az ajtót. Várjál, nem tudom, hol találom meg a izét. Hol? Nem lehet lekapcsolni az áramot, vagy mi van itten? Ilyen a csillár. És nézd meg, látom, vannak rendes nézők, de látom, hogy kötekednek egy csomóan. Olyanokat írkálnak be, hogy koldus, meg ilyenek, hallod? Épp most néztem, és olyat fogok mondani, amit nem hisztek el. Az MMA harcos csávó, hogy hívják az MMA-ból azt a palit? A legkomolyabb MMA-s gyerek, a Khabib, az az egyik, meg a másik az, aki nagyon híres, MMA-sok. Egymással párbajoznak a TikTokon, kell nekik az ingyenpénz a TikTokból. Előadók, sztárok, hírességek. Na, nekik szerintetek, nekik kell a pénz, vagy nekik miért van rá szükségük? Mert még azt megértem, hogy én, aki egy bajba került fiatal srác vagyok, én oké, hogy esetleg csinálom a TikTokot. De mindenki csinálja. A legnagyobb sztárok, hírességek. Mindenki TikTokozik. Mindenki. Akkor ne nekem írd, hogy koldus, ne nekem írd, gyerek. Nyitom az ajtót, megyünk lefele. Csak át kell ezt lépnem wifi-ről mobilnetre. És megyek le a lépcsőn. Ilyen szobák vannak itt, meg ilyesmi. Oké. Itt fogok tudni dohányozni. Itt a dohányzó. És a tengerpartra még le se tudtam menni, srácok, videóklipet akarok forgatni, meg hasonlók, tudjátok. Videóklip forgatás, ilyesmi. Akkor majd itt fogok cigizni, ez jó.
Fú, és meg a cigi is a zsebembe maradt, öcsém. Várjatok, most lemegyünk az utcára. Hát én a cigiért visszamegyek. Egy pillanat, a cigiért visszamegyek, azt nem hagyom fent, bazd meg. A cigiért visszamegyek. Nem akarom széttörni az ajtót. Várjatok, hát azért ezt nem hagyom ott. Várjatok egy pillanat, megállít. Itt is lehet lesz dohányozni. Ó, most veszem észre, öcsém. Figyeljetek, itt is lehet lesz dohányozni. Itt is van egy dohányzó. Na, akkor jó lesz ez. Most arany Marlboro van nálam, arany Marlboro. Arany Marlborót szívok most jelenleg. Mindjárt visszajövök, bemegyek a cigiért, itt a kulcs, aztán kihozom a cigit és térek vissza egy pillanat. Ja, meg még a másik dolog, hogy ezzel a sapkával is hordhatom ezt a pólót. Ez meg még komolyabb, ezzel a sapkával. A vadi új póló, és ezzel a sapkával, értitek, ez is komoly. Sziasztok mindenkinek, csá-csá. Hát itt vagyok leborotválkozva, megnyiratkozva. Tudod, mennyi pénzbe kerül ez? Tudod, mennyi pénzbe kerül a póló? Tudod, mennyi pénzbe kerül minden? És akkor nekem mondod azt, hogy én vagyok kukás. Hát ez a sapka többet ér, mint egy napi kajád. Ez a sapka többet ér, mint egy napi kajád. Akkor most mutassam neked a másikat. Ezt tudod, milyen márkás sapka? Akkor most mutassam neked a másikat. Na, van itt ilyen is. Na, ezt a sapkát is büszkélkedek erre, mert ez nagyon komoly. De ez most a kalap, ez még komolyabb. A lábamon a cipő Memphis. Velem, ha Vermán nem bírsz, kint vagyok, külföldön, ennyi, az egész. Na, visszaviszem a sapkát a szobába, azt megyünk le. Itt vagyok a gangon. Sziasztok, srácok! Ez amúgy egy olyan, ez a szobám, ez olyan, mintha Pesten lennék egy izébe. Várjatok, ez hogy állna a szemüveg? A szemüveg. Ezzel. Ez a másik szemüveg. Na, ez így milyen? Ez nem ehhez való, mi? Öcsém. Hotelba vagyok inas. Méghozzá Spanyolországba, egy spanyolországi hotelba. Na, várjatok, itt a kulcsom. Na, jó van, gyerünk lefele. Megyek kajáért, figyeljetek, itt lehet dohányozni, így ilyen a hely. Lehet, hogy rá is gyújtok, cigire. Nekem mondod azt, hogy putri, te mikor leszel ilyen helyen, szép testvérem? Itt nincs eső, itt nincs hó, itt hót meleg van, itt tudod, milyen meleg van? Nagyon meleg van, jó idő van. Kinek beszélsz te, hogy putri? Ki se tudnád fizetni ezt a helyet, ahol én vagyok? Ki se tudnád fizetni? Gyönyörű a hotel, srácok, hatalmas a hely, úgyhogy most jelenleg most itt tartózkodok, és lefürödtem, vettem egy-két pólót, majd folytatódnak az események, a videók jönnek, minden. Úgyhogy alakulnak a dolgok most már, napszemüvegek, sapkák, pólók, minden megvan, srácok, úgyhogy mit putrizol te, mit putrizol? Itt a jó időbe, ahol jó idő van, gyönyörű helyen, az életetekben nem tudtok ilyen helyen lenni. Otthon vagy a hidegbe, a hóba, meg a fagyba, meg a jégbe. A jégbe vagy. Aztán ezt putrizod, az ilyen helyet putrizod. Ja, lehet, hogy az robot, aha, az lehet, az lehetséges. Na, gyertek kifele, tesók. Hozok valami süteményt, most gondoltam, hogy valami ilyen sütemény jellegű ízét kéne hozni, már nagyon éhes vagyok, bazni. Reggeltől nem ettem. Na, a kulcs nálam van, az a lényeg, kulcs nálam van.
Na, várjatok, most már meg tudod gyújtani egy céget. Végre kijöttem. Kijöttem az épületből. Én pólóba vagyok, testvér, nincs itt hideg. Itt nincs hideg, tesóm. Hol van hideg? Nálatok van hideg? Tesó, itt nincs hideg. Itt jó meleg van, testvérem. Itt nem tudom, hogy hol van nálatok hideg, vagy milyen hideg van. Itt nincs hideg, tesó. Mindjárt megállítom a kamerát, azt megmutatom neked, hogy én pólóba vagyok. Hát de várjál, megfordítom neked a kamerát, azt megnézed, hogy itt milyen hideg. Hát süt a nap, ember. Hát süt a nap, ember. Ilyeneket írsz, hogy csikkes pityesz, mert ki vagy készülve idegileg? Fú, de irigy lehetsz, nagyon irigy lehetsz. Milyen zöld háttér, milyen zöld háttér. Hallod? Itt az ajtó, itt az ajtó. Megfogom az ajtót. Itt a postaláda, megérintem a postaládát. Milyen zöld háttér. Miről beszélsz, hogy zöld háttér? Jönnek az emberek az utcán. Az is zöld háttér lesz neked? Neked akkor már minden zöld háttér, nem? Zöld háttér. Milyen zöld háttérről beszélsz? Itt nincs zöld háttér, csak az agyadba. Itt nincs zöld háttér. Itt megy az ember az utcán. Van itt valahol egy pláza. Ki kéne mennem ebbe a plázába. Vagyis oda tartok most jelenleg. Bazd meg, hogy nem tudom rátenni a fejem rendesen, mert nem marad rajta ez a kalap. Na, végre már valahogy így megállok. Most itt rágyújtok most már, mert ideges vagyok én is. Nem cigiztem már nem tudom mióta. Most, hogyha azt mondod, hogy zöld háttér, akkor hogy mennek a kocsik? Zöld háttérbe, hogy jön neked a busz? Zöld háttérbe. Miért írod azt, hogy Miskolc? Miskolcon most süt a nap. Tesó, ez nem Miskolc. Köze nincsen Miskolchoz. Telfibot kell, meg így, meg úgy. Megfogta a kínai. Azt mondja, jó van, ebből elég volt. Megfogta a kínai. Azt mondja, most már nincsen selfiebot, meg semmi. Azt mondja, elővett egy ilyen nagy állványt, egy ilyen hatalmas, hosszú állvány, azt mondja, ezt bárhol meg tudod állítani, vigyed ezt. Utcán bárhol leteszem, és bárhol tudom magamat kamerázni. Csak annyi van, hogy azt nem vettem meg, mert basszom, már megint lefújja. Itt nincsen semmi, csak a szél. Itt szél van egy kicsit. Itt szél van. Srácok. Látjátok, hogy pólóba vagyok. Póló van rajtam, testvérek. Itt nincs hideg, itt jó meleg van. Keresek egy boltot. Na, köszönöm szépen, aki itt volt velem. Dumálunk majd, csőztök!